Na, sziasztok! Folytatjuk a Satisfactory-t Danival. Hello, bello. Na, toljad azt a mérföldkőt. Nyomjuk. De kipakadtam. Valamit ki akarok próbálni. Oké. Okay. Szerintem tudod, hogy mit. Sejtem, ha már nekem kellett kilőni. Milestone reached. Woohoo! Power production can now be fully automated by burning coal. Hát, úgyis innen ébredek. Water is also necessary to run the coal powered generator and will require a network of pipelines to be transported from the water source. Ne. Identifying water, Fixit has compiled this guide. Water is a somewhat reflective liquid and it may have thick vegetation growing nearby. See how that is? Water, try touching it. It's not solid. Yeah. It is probably water. Nem voltál meg. Hallod? Hangyafasznyi HP-n maradt. De ilyen tényleg ilyen, ilyen a csíknak egy csíkja. Egy a négyzetnek a kis csíkja. Éppen a sarkán. MK2-es villanyoszlop használható, arra több csatlakozás fér már. Helyes, mert amúgy a pókháló az úgy látom érdő. Gyorsan akartam mondani, a pókháló már úgy látom alakul. Igen, majd lesz MK3 is, de az még odébb van egy picit. Ó, jó van ez. Haladunk mi szépen. Na. Viszont azt le kell gyártsam kézbe. Kell nekem. Mi? MI szabályzó. Hát olyat nem tudok. Nézzük meg a tegnapi gyönyörűséges épületeimet. Na, amúgy a szituáció a következő, László. Mivel most feloldottuk itt a szénen. Dani? Igen. Ja, van semmi. Sor. Jó, nem szóltam. Én vagyok a hülye. Te így gyártasz Reinforced Iron Plate-et, ugye? Aha, van nálam. Kivettem. Mennyi kell? Na, nem tudom, mennyit van. Várjál. 134. Hát mit tudom én, nem néztem meg, mennyi kell. Kösz. De jó vagy. Az okos elosztót ki akarom fejleszteni, mert az akkor már tudok szebbeket alkotni. Az okos elosztó az a... hogy megmondod, hogy mi hová menjen, meg mennyi? Így van. Okos vagyok én is. Meg majd lesz még egy programozható, ott meg még egyéb beállítási lehetőségek vannak. Aha. Nekem jó, adjál valami építési feladatot majd. Mert én itt elszaladgálok, csak ez nem olyan érdekes. Figyelj csak, mindjárt mondom, hogy mit csinálja. Yeah. Az úgyis fog kell lenni a... ahhoz, mindjárt. Yeah. Mindjárt, hogy mit akarok. Na, meg én főhúzom a szénüzemet. Komplett szénüzemet csinálok, hogy az energiaellátásunkon ne legyen baj. Igen. De meg mit szólnál? Földön kívüli ércből csinálna egy pici gyártósort. Ott leszünk egymás mellett. Jó. Yeah. Már ugyanúgy is kell még a kutatáshoz is ez a... tuclik. Az a... mindjárt mondom a nevét. Fluktuátor. Így van. Ahhoz, jó, ahhoz úgy látom elég sok mindent kell építeni.
Miért? Nem, amúgy nem para. Abszolút. De jó, hát csak ott van, hogy ilyen újraélesztett szemet kell csinálni, meg húza kell neki, meg acélcső. Mit nézem, barát? Fifth fluktuátorról volt szó. Igen, a földön kívül energiahasznosításban azt az ágat az jó volna megcsinálni. Jó, de csak azt úgy csináljuk meg? Hogy erre nem kell gyártósor, vagy kell gyártósor? Vagy most nem értem. Eltévedtem. Hát, így is úgy is fog kelleni gyártani, mert ott a dimenzionális tároló majd úgy lesz, hogy a jobb oldali oszlop a kapacitás, a bal oldali a sebesség, meg azt hiszem a középen az az egy darab az, hogy kézből is föl tudsz tölteni, meg ilyenek. Uh-huh. Tehát nem lesz probléma, ha van. Sőt, igazából egy katérium gyárat is föl kéne rántani összességébe. Uh-huh. De szerintem először csináljuk meg azt az apró, vagy csináld meg azt az apró FIF tudtost, tehát a földön kívüli bányászást. Jó. De azt oda muszáj leszel már alapot tenni, csak szólok. Jó. Betont hozzá magaddal. Így forgó rész, az gyártasz, ugye? Jól emlékszem. Így van, az is van nálam 56 darab. Hát akkor azt ki is fosztalak, kérem szépen. Nem adom. Akkor nem lesz szénenergia. Pitbull hozott egy lila csigát. Ő ki meg megint turbomotort. Hm. Akkor azt a lila csigát ki is kutatom. Gyorsan. Ja, nincs hozzá meg mindenem, akkor visszarakom egyelőre. Na, azt mondja, hogy én megnézem. Azt mondja, kell hozzá vezeték reinforced plate. Megforgó rész. Jó. Ezt majd veszek magamhoz menet közben. Az nem lényeges úgyse. Hát jó. Na, menjünk? Vagy kész vagy? Van nálam cement. Meg egy jó pár apróság, úgyhogy... Jó, akkor erre megyünk. Az kemény volt, hogy egy helyben futottál. Olyankor laggolok egy picit már, mint hogy szerver szintű lag. Még semmi nem megy. Vágom. Miből gyártasz reinforced plate-et? Sima plate-ből meg csavarból? Aha. Jó, akkor azt majd viszek magammal, ha kell, akkor kézbe lebírjam gyártani. Kettő, három, négy, öt, jó. Egy, kettő, három, négy. Hát ebből is viszek öt. És viszek egy keveset. Na és akkor ezt itt most hülyére fosztom. Remélem már van benne. Hát egy kevés van. Jó, be van kábel, az is kell nekem. Ebből is viszek egy keveset. Így. Na, oké, és merre vagy, László? Aha, fejed fölött. Jó, akkor itt futunk tovább.
itt. Na mindegy, van, megvan. Na csináld már, tegnap tök szépen futott. Ja. Most ha túl messzire megyek tőled, akkor elkezdek lyukázni. Most azon gondolkodom, hogy mi lehet még a probléma. Na mindegy. Meglátjuk, hogy kicsit távolabb leszünk egymástól. Luffy! Igen. Nem, szerintem csak az, hogy még én ezen a részen nem jártam, és ahogy tölti be amiatt. Ja, az lehet. Na. Ott van a víz közepén, a cucc. Igen. Arra kell tegyél egy bányagépet, meg egy pici gyártósort. Vagy tároló konténert mondjuk ide fölvezetsz a domtetőre. Csinálsz egy kis alapot, erre kivezeted. R betűvel ott is tudsz építési módot váltani. Mhm. És akkor ebből mi a... Rakok rá egy bányagépet. Abból utána minek kell jönnie? Tehát mi a végtermék? Abból lesz az a fifcut. Oké. Azt hiszem fabrikátorba bemegy a... Nem. A izét hogy hozom elő? Le kell tenned, azt hiszem egy kohót. Egyébként. Nem kohót. Mit kell tenni? Azért, mert én se tudom. A izét... Fabrikátor is, ott már tudsz újjaélesztett szemet gyártani. Na várj, mindjárt megoldom. És akkor oda kifelé a partra. Hát szerintem igen, úgy lenne. Ilyesszerű. Csak az erősen érdekelne, hogy mindjárt megnézem. Na, várj, egy nagyon picit. Nos, akkor. Innen? Hogy itt vannak még kutyákok. Majd, ha gondolod, megnézni esetleg. Várj, mert még lehet, hogy van nálam. Nincs, de tudom, hol találok. Nálam van három. Na és a... Ezt majd mindjárt kiderítem. De akkor ide felülre rakjak egy platformot. Hát jó. Mondjuk innen bevisz egy darab egy platformot, aztán majd átvezetettessék itt a belül. Tehát el, úgy jó. Hol a faszomba megy? Ja, itt vagy. Na. Mentem szénüzemet építeni. Nagyjából... Nagyjából. Kontrollra be. Szatok. Tehát a kontroll lenyomásával tedd le. Aha. Mert akkor lesz jó. Mihez képest lesz jó? A kontrollra rakod le, globálba fogja igazítani. Jó, ez egy elég Ferdinálig ideje, de jó. Nem foglalkozz vele, de ha nem úgy teszed le, utána szívni fogsz a... az egyéb... konvejorokkal, meg ilyenekkel. Jajaj. Na. Én szaladtam mellette, te hülye vagyok. Szevasztok, Sanyik! 30 perc. Jó, erre voltam kíváncsi.
a víz az itt van, az jó lesz nekem. Ezt úgy kéne letenni, hogy ide a partra. Ó, hogy ez... magas. Ó, még aztán vettük meg a fenébe. Mindegy, akkor ezt megoldom most csúnyán, aztán majd, ha lesz a cucc, akkor kijavítom. 20, az meg 30 volt, ugye? Lesz az itt jó? Ne. Istenem. Csináljunk egy olyat, hogy ide le. Így. Csak szimpulszal. Ó, baj. Két különböző típusú ellepzetet nem tudok összerakni. Csak betont használja. Nem úgy, akartam egy X méterest, meg egy Y méterest, tök mindegy. Ebből össze kéne tud rakni. Sarkával illesztette a közepéhez. Kontrollal. Letettem kontrollal az elsőt. Utána már nem kell kontrollt használni. Hát körülbelül akkor... forgunk rajta. Aha. Akkor ez volt a baj. Látod, azért vagy kettünk közül a pro. Én itt egy jó darabig elszórakoztam volna, hogy mi a francért nem működik. Kérdezz. Kérdezz. Jó, ide beépítek csak azért, mert a vízben nem tudom elhozni a utószallagot. Szava, Sanyi! Így. De... ide. Úgy, még egy kicsit hátrébb. Úgy. Nagyon ügyes vagy. Oda. Logisztika. Van pénz lóvére. Egy lény útban van. Sanyi! Baj van! Tesvér! Húzni kéne arrébb egy kicsit. Ó, nem akarlak bántani. Sanyi!
Hogy ott jó helyen vagy. Köszönöm. Nem jó. Na még egyszer. Ez egy jó lesz. Mi hiányzik? Megerősített vaslemez. Gondoltam. Jó. Ne! Visz meg. Fene ezt a rohadt vizet. Ezt meg majd alulról főküldöm. Na várjál, mert most van egy ötletem. És ez meg fog változtatni mindent. Nem mondod. Utószalag túl hosszú. Hát így akkor mindent megváltoztat mindent, hogy a fene megesz. Azt nem tudom, hogy van futószalaghoz is. Ne oda, azt leteszed, aztán utána izé... Húzom tovább. Persze. Na fene. Hát ez az egy nem úgy jutott eszembe. De, tök egyenesen, testvér. Ongrapad. Na, ez most egy darab itt elkopácsol nekem. A szivatós édesanyádat azt. Jó, én itt szórakozok amúgy. Elég jól el vagyok. Azért adtam azt, mert az mindegy, hogy milyen. Mm-hmm. A szénerőművet már úgy teszem le, hogy ez marad is végleg. Tehát, ja. Na, hát én figyelj, én építettem egy ilyen kilométer hosszú tucost. Ide annyi kell, hogy akkor te mennyivel vagy messzebb? Jaj, látlak. El kell húzni az áramot így is, úgy is, László. Hát ide el. Mert a szénerőműből is csak úgy fog visszamenni az áram, hogyha rá van kötve. Jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezt onnan meddig tudom elhozni. Ó, nagyon király. Ha eddig eljön, gyere ide, oda. Sőt, ezen a két platformon bárhol lehet. Tehát eljöhet oda. Ez eljön oda. Na és most vagyok kíváncsi. Az eltörölhető, az eltörölhető, az eltörölhető. Az is. Az is. Az is. Az is. Az is. Az is. És az is. Haha. Uhú. Na, akkor nekem már ide csak áram kell, főnök.
Hát akkor szaladj vissza, az húzd el idáig. Aztán már tudom is a következő melódot. Ajjaj. Az egy kicsit összetettebb lesz, de megoldod. Helyes. És azt már szépen meg kell csinálnod, mert az bővítve lesz a későbbiek folyamán. Mhm. Na várj, de oda... ha? Jó. Mondjuk akkor rakunk egyet. De... én nem megy fel oda. Aha. Engedj! A aurozika. Nem akarok a vízbe beleesni. Akarok a vízbe beleesni. Oda te hogy felmentél? Itt van egy kilátó. Ez? Hol vagy? Hát itt. Igen, azon fölmászol a létrán. Ja, hogy a létrán kell felmenni? Ja. Én azt hittem, hogy ez valami... Most honnan át tudsz ugrani, de majd ezt megcsinálom, hogy föl lehessen jönni szépen, csak muszáj magaslatból. Itt vagyok, ide ugorj. Jó, megjöttem. Na, elvileg lentről azt láttam, hogyha én... csak haza kell menjek. Mi kell? Hát az ószomsorból egy-két cucc. Ja. Hogy onnan el tudom hozni ide a sarokig. Így. És akkor ez így valahogy jól is néz ki. És itt hol tudok majd bekötni? Mit szeretnél bekötni? Azt otthonról el kell húznod idáig az áramot. Mert ez nem működik? Hát ez még nem működik. Most nem mondod, hogy nekem itt ezzel vissza kell szaladni egész hazáig? Hát de, mert ezt be is kell bikázni, tehát otthon, az otthoni áram kell, hogy ezek elinduljanak, aztán majd ezek termelnek, ne? Majd ezt mondhatod volna hamarabb is. Várjál, mert most akkor ezt ki kell találnom, hogy én innen hogy megyek haza. Ott a ház, jön, ott az űrlift. Hát igazából az űrliftnek a hegyét látod szerintem minden is. Nem úgy, hanem hogy az, hogy hol viszem el úgy, hogy azért ne nézzen ki nagyon gázúsa. Hát figyelj, ott a... úgy ott rákötsz, és ott futsz arra, igen, és ott mindig a fal tövébe rakod, vagy magaslatra valahova. Ott van egy vízesés, úgyhogy ne arra menj. Mindegy, ezt az előre így most összekötőzgettem. Úgy is haza kell mennem sajnos. Na most így fejből meg nem mondom, hogy mi az, ami kell nekem, csak ha látom, akkor tudom. Aha. Ne! Most ez komoly. Szobára egy ilyen szar. Ajjaj.
Ez most komoly. Mi a baj? Leestem. És hova haltál? Nem haltam. Akkor jó. Nem a halással van a problémám. Elhagytad a vezeték végét. Mhm. Mert hogy vízbe értem. Na várjátok, úgyis jössz haza. Várjál, lehet, hogy meg tudom oldani. Mit látok? Nem látsz eladik, köcsög? Léci. Ó, nem már. Nem látod addig. Megoldjuk. Nagyon számos. Aha. Muszáj. 35-30. 45-60. Ne. Majd előre egy pedig lesz bekösnek. Ezt meg ő lesz. Ezért nem láttam. Aha, jó, megvan.
Na. Most megnézzük, hogy elindult-e, amit csináltunk. Hogy rád meg a... Na! Lábújamat. Holnap majd. Mi történt? Hát húzta itt a bizé sziklákon a vezetéket. Hát. De az nekem nem jó. Miért nem? Mert nem bírok gyorsan haladni. Azt nem mondtad, hogy gyors haladásra is meg kell csinálni. Hát, hanem majd nagyon zavar átrakod. Csak tír hétig nyiszögök. Utána már úgyis meg lesz a hover. Aha. Azzal sokkal, sokkal egyszerűbb építkezni. Majd legközelebb legyen benne a projekt leírásban, hogy mit kell csinálni pontosan. Oké, igazad van. Nekem csak az volt a feladatom, hogy visszavigyem az áramot, vagy hát, hogy ide hozzam az áramot. Igazad van. Na várjál, itt mi van már? Ez. Jó, működik. Nos. Figyelj már. Na. Kutyát be van izgóva, turbó motorra nagyon csúnyán. Elvileg az jó, nem? Igen. Na, akkor hadd izguljon. Jó dolgokra én is ráizgulok. Egy. Jöhetnek a fafok, fifek, ufk. Mi az? Szam. Ja, egyik se volt az, mindegy. Jó, Isten, arról volt szó, álljál meg. Mi a baj? Oké. Ja jó, ez így jó neki. Akkor jó, akkor nem szóltam semmit. Na azért mondom, ha mit csináltam már megint. Lehet, hogy menni kéne lemezt gyártani. Ezt felfejlesztem. De mondjuk most jónak tűnik. Milyen lemezt? Azt az erősített lemezt. Hoppá. Ez mi volt? Semmi, tízem. Mhm. De már. Elértük a kapacitásunknak a végét. Már? De majd mindjárt rásegítek egy kicsit, teszek a 40 megawattal rá bírok segíteni. Jó, mondjuk most tényleg sokat építettünk az előző két részben. Jó.
Azért mondtam, hogy most már szükségesek lesznek a... Széngenyók. Igen. Mi a... Na. Én nyomtattam a jegyeket, és elfelejtettem kivenni a gépből. Ja? Ezt jövök ide, mondom, mi a poszivé nem engedi. Vali konzol padlójuk. Basszus, a kutyát elfelejtettem. Szevasz, Pitbull? Szevasz, Töki? Lényeg. Lényeg. Nem lényeg. Na, maradt még kupon? Nem. Azt néztem én is. Jó, jó. Nem baj, csak kérdeztem. Na várjál, mert... Én akkor egyszer vettem ki 44-et. Ja, és én ezt a 44-et el is toltam. Tudod, akkor úgy számoltuk ki, hogy pont még 6 maradt a végére, és akkor még azt a 6-ot ezt még el kellett. Aha. Nem baj. Ez így 5, és akkor még 5-5. Én a modernet jobban szeretem, és ez pont 5. Úgy, zsír. Ha nagyon meg lennék most szorulva, a turbomotrokat beledobálnám, amit hozott a tök ide. Aha. Ezt az keményen megnyomná. Hát, de szerintem annyira nem vagyunk megszorulva. Nem, mert kijött az, amit akartam. Az kettőt ér. Jó, persze. Na, László, végeztél a projekttel? Ah, megy, működik, gyárt. Jó, akkor 500 méterre. Igen. Van egy kartérium lelőhely. Innen, tőlünk? Igen, igen. Szkennelj egy kartériumot. Arra. Igen? Na, oda elmész. Igen? Oda kell tenned bányagépet, kohót, fabrikátort. Kohók, fabrikátor, igen. Egy viszonylag csinálsz neki egy alapot, hogy valami formája legyen. Uh-huh. És neki állsz ott gyors húzalt gyártatni, de úgy, hogy legyen egy tárolóba menő gyors húzal, meg legyen egy olyan ága, amit majd még arrébb viszel, és majd azt mondom, hogy hova. Ja. Tehát akkor kell egy elosztó. Mindenképp igen, és úgy csináld meg, hogy a maximális kapacitását kihasználd az ércnek. Ja. A rossz fele fut. Még mindig. Úgy. Jön már! Szedtem össze a lemezt. Zöld!
Úgy látom, itt már felkészültél. Hol? Itt. Van egy feljáró. Ja, igen, ott voltam azért bányászni. Viszont igen. Már most szólok, nem tudom, hogy mennyire problémás, vagy mennyire nem problémás. Igen. Lehet, hogy majd a gépet így hagyhatnád éjszakára. Csak hogy megteljenek a tárolók. Aha. Nem probléma. Nem szokott az lenni. Már ez így nem álljon most, hogy mindenre várni kell. Nem vagyok ehhez hozzászok. Ugye. Ám hát most legalább van valami zaj. De általában csendben szoktam aludni. De előtte nagyon sokat aludtam tévével, meg ilyenek. Ez a bizonyos fehér zaj. Most is van olyan, hogy hamarabb elalszok, mint hogy kikapcsol a gépem, és engem az a zúgás, az úgy megnyugtat. A fehér zaj. Nem véletlen van az, hogy kisbabáknál is, hogy megy a porszívó, és arra tudnak aludni. Ja. Már. Na. Nézd meg. Na. Nem bénzsázok. Főmérgel mindjárt építek egy felébe feljárót ide. Most szórakod. Ez meg most tettem ki ekkora hülyét. Na. Na, hát kiraktam a bányagépet, vagy mi a tökömet. Azért soroltam el, hogy mi kell. Hát tegyél egy munkapadot, azt hiszem. Már most itt vagyok 5 centire a háztól, visszaszaladok. Tegyél egy műhelyt, és tudsz benne craftolni. Ha van nála cucc, szerintem van hozzá, mert ahhoz alapcuccok kellenek. Az majdnem. Úgy látom, szeretem ki nullázni a HP-mat. Jaj, mert nem kell lennem, jó van. Szóljál rám. Laci, nem kell lenned. Persze az. Majd ilyet gyártanom kell. Miért? Hát ezt a bányászó kis taknyot. Nem tudod, kell a bányagépekhez. Amit az elején lerakunk. Jó, igen. Ja, csak az előbb úgy voltam vele, hogy mondom, az mi a fenének van nálam, aztán kiraktam. Teljesen elfelejtettem, hogy ez kell a bányagéphez. Na.
Ó, lesz jós, hogy még az sincs meg. Ó, drága kenyér. Na. 120 meg 120, az 240. Uh-huh. Jó, akkor. Legutóbbi álláspont szerint igen. Jó. Na, akkor ide kell nekünk egy kohó. Azt mondta a főnök. Gondolom szopatni fogsz. Így. Szóval. Bányagép. Ohó. Bányagép. Fogja a katériumot gyártani. A kohó az katérium öntvényt. És utána kell gondolom akkor egy fabrikátor, jól emlékszem? Így van. Egy fabrikátor. Tizenöt per perc ezt el fogja bírni, igen. Hullaszt ki. Mármint, hogy nem tudom mennyit fog kinyújtani a bányagép, de terhed le teljesen. Uh-huh. És akkor gyors húzal. Így van, az egyik ágán gyors húzal. Várjál. Nem futó szelekkel. Jó. Akkor ide kell nekem, hogy elosztó. Így. És akkor... Jó. De akkor ketté kell osztanom, ugye? Hát, hogy háromba vagy négybe, mondom, azért mondtam, hogy full oszt ki. Hmm. Ja, hogy többet gyártsunk. Hát a gyors húzalból gyártunk. Várjál. 120 per perc. Uh-huh, értem. Kb. Majdnem hármat elbírna. Akkor rakjál le hármat, és akkor az egyiket vedd vissza. Uh-huh, az lesz. Az lesz, de csak a következő részben. Hát jó. Mert időnél vagyunk. Már is. 58 perc. Hmm. Ezért két perc alatt, két-három perc alatt nem építek meg. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok,
szóljatok hozzá, és gyertek Discordra. Találkozunk a következő részben. Sziasztok! Sziasztok!